Miben különbözik a 10 méteres Giant Flexi az 5 méterestől? Ebben a videóban megmutatom a különbségeket. Hello! Én Fata László vagyok, Sherlock és a Heti Kutya csatorna gazdája, és minden héten jövök egy új kutyás videóval. Ha nem akarsz lemaradni ezekről a tippekről, trükkökről, fajta bemutatókról, akkor javaslom már most iratkozz fel a csatornámra. Már régóta használunk kirándulásokon egy 5 méteres flexipórászt, ami azért valamennyi szabadságot adott Sherlocknak. Aztán egy tréningen kaptunk egy 10 méteres szalagpórászt, és a legnagyobb meglepetés az az volt, hogy Sherlock a legritkább esetben húzta ezt ki 10 méterre. Mindig valahol olyan 8-9 méter körül megállt, jobbra ment, balra ment, szaglászott, mintha olyan 8-9 méter távolságban érezné magát komfortosan velünk. Ebből látszik, hogy az 5 méteres flexipórászt bizony gyakran meghúzta. A szalagpórász kezelése azonban kirándulásokon kifejezetten macerás volt. Az erdőben sáros, poros lett, és amikor közeledett a kutya, akkor ezt kellett szépen kézzel felszedni. Elhatároztuk hát, hogy vásárolunk egy 10 méteres flexipórászt, amit most már hónapok óta használunk, így el tudom mesélni a tapasztalatainkat. Az első észrevétel, hogy ez a póráz sokkal nehezebb, mint az 5 méteres. Tudom, nehezebbre számítottam, mint az 5 méteres, de azért az elég súlyos. Nem csak a masszív szerkezete, hanem maga a kihúzott szalag is elég nehéz. Emellett teljesen eltérő a kisebb flexipórászhoz képest, hogy nincs lefedve ez a forgó szerkezet, amire felcsévéli a szalagot. Ezért például érdemes odafigyelni, amikor használjátok, hogy ne érjen a lábadhoz vagy a kezedhez, amikor kiszalad a kutya. A 10 méteres flexi esetén a póráz rögzítő funkciója egy kicsit másképp működik. A gomb benyomásával ideiglenesen megállított pórázt a másik gomb előre kattintásával lehet fix hosszúságban rögzíteni. Amúgy a pórázkezelés teljesen hasonló a korábbi flexihez. A neonszínű szalag nagyon jól látható, még a rosszabb látási viszonyok között is. Ez kifejezetten előnye ennek a terméknek. A 10 méteres póráz nálunk néhány hónap alatt bizonyította, hogy hasznos arra, amire vásároltuk. Egy bizonyos korlátozott szabadságot ad a kutyának, amit olyan helyen is élvezhet, ami mondjuk vadidegen számunkra, ahol biztosan nem engednénk el póráz nélkül. Az új 10 méteres flexi nagy tesztje volt, amikor Zalaegerszegen meglátogattuk ismerőseinket, és Poppy elhívta Sherlockot a Zala folyóba fürdeni. Biztos nem jött volna létre ez a kalandos fürdőzés, hogyha nincs ez az új, rugalmas pórázunk. Vagy ha hosszabb szalagpórázt használok, akkor valószínűleg összevizeztem volna magam rendesen. Mivel nem ismertük a környezetet, ezért nem tudtuk, hogy hol találkozunk majd egy macskával, egy nyuszival, vagy éppen egy hempergésre csábító döglött hallal. Ezért mindenféleképpen nagy biztonságot adott nekünk is, és Sherlocknak is, hogy ezen a hosszú pórázon engedhettük szabadon fürdeni. Ha hasznos volt a videó, akkor nyomj egy lájkot, és hogyha van még időd, folytathatod például ezekkel a filmekkel.